Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Magazin műsorunk elején kérem, hallgassák meg rövid sporthíreinket. Vívás. Balatonfüreden rendezték meg az olimpici Grand Prix országos versenysorozat zárásaként a gyermek, újonc, serdülő korosztályok országos bajnokságát és a törpici korosztály idényzáróját. Amint egy 600 fős mezőny tagjai a Balaton szabadidőközpontban mérték össze tudásukat. A viadal izgalmas küzdelmeket hozott. A tapolcai, balatonfüredi és keszhelyi szakosztállyal is rendelkező Esselbau Balaton vívóklub fiataljai ezúttal is remekül szerepeltek, három törpici bajnoki cím mellett több érmet, értékes helyezést is szereztek a balatonfüredi megmérettetésen. A házigazda vívóklub törpici csapatai a lányok és a fiúk mezőnyében is bajnokok lettek. Az egyesület legjobb eredményei: törpici egyéni kategóriában első Simon Zsófia, ötödik Pátri Maja, hetedik Szalma Sára. Pátri Maja összetettben országos második lett. Csapatban első lett az Esselbau Balaton vívóklub egyes számú csapata Kovács, Pátri, Simon, Szalma összeállításban. Ötödik az Esselbau Balaton kettes számú csapata Cséri, Hajas, Konkoly, Simon összeállításban. A gyermek egyéni kategóriában harmadik lett Salamon Réka, újonc, egyéni kategóriában hetedik Lájer Boglárka, serdülő csapat kategóriában ötödik a Balaton csapata Fazekas, Frankó, Juhász, Tóth összeállításban. A fiúk törpici egyéniben hatodik lett Monostori Barna, csapatban első a Balaton, Monostori, Hubert, Simonyai, Szí Miklós összeállításban. Gyermek csapat kategóriában harmadik Balaton, egyes számú csapata Cséri, Fekete, Kovács, Német. Újonc csapat ötödik helyezést ért el a Balaton egyes számú csapata Kauker, Kovács, Raffai összeállításban. A serdülő egyéniben Kauker Dominika harmadik helyen végzett, Majer Botond pedig az ötödik lett. Csapatban hatodik a Balaton, Gárdos, Kovács, Majer és Raffai összeállításban. Strandkézilabda. A magyar férfi strandkézilabda válogatott is szétlövéssel végzett a negyedik helyen vasárnap a Margit szigeten zajló világbajnokságon. A férfiak szoros első szett után vesztették el a másodikat a katari csapattal szemben, amely a szétlövésben is jobbnak bizonyult. Külön öröm tapolcaiaknak, hogy Jón András is a csapat tagja volt, a végeredmény tehát Katar-Magyarország 2-1 szétlövéssel. Dacolva a nyári kánikulával, múlt héten kedden délután érkezett Tapolcára a Lajkó Csaba ultrafutó által elindított Jóti Futi jótékonysági futóközösség. A csapat tagja volt a tapolcai Domán Gábor és Földesi József is, a segítők és sportemberek Székesfehérvárról indulva Tapolcát is érintve Pécsig futottak. A jótékonysági futás célja a Pécsi Szememfény Alapítvány munkájának segítése, a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, az ő igényei kielégítése, napjaik szebbététele. Magyarországon és talán az egész Európában ezen a legmelegebb nyári napon otthon a hűsölnek az árnyékos szobában az emberek többsége, azonban ti futócipőt húztatok, sportcipőt húztatok, és neki indultatok egy hatalmas távnak. Milyen célból? Ez a táv, ez egy hatnapos jótékonysági futás lesz, körülbelül 400 kilométer, és a Pécsi Szememfény Alapítvány javára próbálunk adományokat gyűjteni, illetve felhívni a figyelmet azokra a gyerekekre, akikre ők gondoskodnak, tehát a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyerekekre. Honnan indultatok és hova tartatok? Székesfehérvárról indultunk hétfőn, Pécsre tartunk, csak hát Székesfehérvár és Pécs között ugye 140 km, és gondoltunk, teszünk bele egy kis kanyart, így elkanyarodtunk Balatonfüredre, most Tapolcára, utána megyünk tovább Nagykanizsára, Kaposvára, Bonyhádra és úgy akkor Pécsre. Eddig hol volt a holdpont, és azon hogyan sikerült átlendülni? Hát a meleg miatt elég sűrűn van holdpont, ezért egy kicsit sűrűbben kell megállnunk a frissíteni is. Ugye ez annyit jelent, hogy vizet iszunk, kólát iszunk, és alkoholmentes sört iszunk, eszünk közben, és egy 5-10 percre azért megállunk, itt hűtjük magunkat, meg folyamatosan kulacsban viszünk magunkkal vizet. Szóval sajnos egy idő után felforrósodik, de akkor már mindent, tehát akkor is iszunk. Hány fő tart veletek? 9 fő az állandó csapat, aki Fehérvárról elindult, és folyamatosan csatlakoznak be egy-két napra, vagy pár kilométerre. Itt az a lényeg, hogy jöjjenek, és akkor fussanak velünk. Nagyon szép felajánlás lesz majd ennek a futásnak a végén. Miért éppen őket választották, és hogyan tudtok nekik segíteni? Hát ez a jótékonysági futás, amit szervezek, ez már 10. alkalommal kerül megrendezésre. Többnyire a gyerekekért futottam, nekem a gyerek a szívem csücske, főleg a fogyatékkal élő gyerekek.
és egy pécsi barátommal egyeztettünk arra, hogy az idén akkor Pécsre fussunk le a Pécsi Szemenfényem alapítványavára. És milyen formában lehet segíteni, hogyan lehet adományokat, hol lehet átadni ezeket az ajándékokat? Egyrészt egy tárgyadományunkat gyűjtünk, ami plusz állatokban jelentkezik, mert ugye a gyerekekhez megyünk, megpróbálunk a plusz állatokkal egy kis mocsot csalni az arcukra. Mosdóson viszont útba ejtünk egy másik alapítványt is, és egy központot, a CF betegséggel küzdő gyerekekkel foglalkoznak, oda is viszünk nekik játékokat, illetve a jótékonysági futás honlapján fenn vannak a linkek, hogy lehet tovább adományozni. Itt a helyszínen úgy tudnak a becsatlakozók adományozni, hogy van jótékonysági futópóló, tehát technikai, amit meg lehet vásárolni, illetve egy adománygyűjtő doboz van nálunk. Edzőtáboroztak és nemzetközi kézilabda tornán vettek részt a tapolcai női kézilabdások. Erről mesél Antal Edit edzői szakosztályvezető. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, és azt gondolná az ember, hogy a nyári szünetben a kézilabdások pihennek, azonban ez nem így van, hiszen most ért véget egy edzőtáborotok, meg már versenyen is voltatok, mesélj, hogy hogyan telt az elmúlt pár hét. Így van, tehát alig, hogy véget ért a bajnokság, egy nagyon picit leálltunk, hogy pihenjenek a játékosok, akár a picikről, akár a nagyobbakról beszélek, aztán a nyári szünet kitörése utáni héten, két héttel a nyári szünet kitörése után az edzőtáborra 17 utánpótlás korosztályú kisgyerek jelentkezett, aminek örültem. A létszám az tökéletes arra, hogy egymagam dolgozzak velük. Az edzőtábornak tulajdonképpen az a célja, hogy azokat a képességeket, amivel valaki el van maradva, azokat egy picit pótoljuk, illetve hát a kézilabdáról is volt szó, nem csak az alapozásról. Tehát alapozó jellegű, kézilabdás jellegű játékos vidám feladatokat oldottunk meg egy héten keresztül. Pokoli meleg volt, azt hozzáteszem, úgyhogy a lányok előtt a 10 évestől 17 éves korú lányig le a kalappal, mert nagyon jól bírták a gyűrődést. Szóval a programunk minden nap úgy nézett ki, hogy bauxitpályán találkoztunk, a régi bauxitpály városi sporttelepen találkoztunk, és ott egy órát töltöttünk futó feladatokkal, hosszú távokkal, rövidebb távokkal, csináltuk a dombfutást is már a harmadik napon, hogy egy kicsit combosodjanak a lányok, megizmosodjanak. Aztán egy rövid sétával minden nap átmentünk a sportházba, ahol ott nagyon, nagyon jó gépeken mindenki a saját korosztályának megfelelően, tehát arra ügyeltünk a Molnár István segítségével, hogy olyan szerszámokkal dolgozzanak a gyerekek, hogy nehogy ártsunk ez alatt a pár alkalom alatt. És amikor vége volt ennek a sportházi erőpróbának, akkor mentünk át a sportcsarnokba, rendezvénycsarnokba, ahol technikai feladatokkal foglalkoztunk, és még egy kicsit a koordinációs létra, az ugrókötél, a gyerekek korosztályának megfelelő medicinlabdák, tehát ott is gondosan kell figyelni, hogy egy 10 éves gyereknek nem adhatok 5 kilós medicinlabdát, mert ártok vele. Ezután elmentünk minden nap, felsétáltunk ebédelni a tóparti vendéglőbe, amiért külön köszönetünket fejezzük ki Vég Tomiéknak, hogy igen jó ennivalóval látták el a gyerekeket, ebéddel és uzsonnával. Ezt követően visszasétáltunk a csarnokba, ott még 2 óráig volt egy csendes pihenő, ami tényleg csendben zajlott, mert lányok tudták, hogy ez megpróbáltatás, és akkor 4 óráig labdás edzés. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyhetes edzőtábor, azt a célt, amit én kitűztem erre, ezt elérte, nagyon jó hangulatban telt el, minden feladatot elvégeztek, nem volt sumákolás, néha kikéreckedtek, hogy most el kell menni vécére, hogy megmosakodni, elengedtem őket, mert nagyon meleg volt. És folyadékot is most kivételesen akkor vettek magukhoz, amikor ők akartak volna, amikor szomjasak voltak, mert az embernek tekintettel kell lenni arra, hogy hát 35-36 fokos melegek voltak ebben az időben. Tehát ez elérte a célját. Akkor egy nagyon aktív felkészülés, illetve nagyon aktív levezetésnek, bajnokságnak levezetését, igen, és ugyanakkor egy felkészülés volt, hiszen utána egy neves nemzetközi tornán vettetek részt. Így van. A játékosok, akik részt vettek az edzőtáborba, jó részük már ezzel készült a Balatonfüreden megrendezett
háromnapos nemzetközi kézilabda torna, az úgynevezett Dán Kupa elnevezésű, közel 20 éve rendezik a dánok ezt a tornát, utánpótlás korosztályú lányoknak és fiúknak. Mi most már évek óta két lánycsapattal indulunk el, hol U12, illetve hol U14, U16, vagy U16, U18. Az idén úgy gondoltam, hogy a korosztályunk jelenleg most az U14-ben és az U16-ban alkalmas arra, hogy elmenjen oda. Hát olyan neves csapatokkal, dán csapatokkal találkoztunk, biztos, hogy a kézilabdát ismerők számára az IKAS névű, meg maga a dán női és férfi kézilabda szerintem nagyon ismert. Olyan csapatokkal mérkőztünk, és nem vallottunk szégyent. Az első nap az nem sikerült olyan jól az U14-esek számára, mert kicsit megilletődöttek voltak a gyerekek, nem vettek még részt ilyenen, és mind a két első napi mérkőzésüket elvesztették, a nagyobbak viszont remekül szerepeltek, két győzelemmel rajtoltunk. A második nap már mindenki, mind a két csapat túlélve az izgalmakat nyert, és dán csapatokkal játszottunk. Ja, azt még elfelejtettem elmondani, hogy ezen a tornán 10 korosztályonként 10-10 lány és fiú csapat versenyez. Egész érdekes a menetrendje, ez nem úgy, mint nálunk, hogy csoportokba sorolnak, hanem valahogy valamilyen módszer szerint összesorsolnak minket. Azt papíron minden nap megkapjuk, hogy mikor fogunk játszani, hogy fogunk játszani. Magyar játékvezetés volt, hát azt nem szeretném minősíteni, hogy nem a magyaroknak fújtak. Alig volt magyar csapat, de azt soha nem éreztük, hogy mi most ezen a dán kupán Magyarországon vagyunk. De hát ezt a strandkézi VB-n is láthattuk különben, aki látta. No és akkor így végül a harmadik játéknapon helyosztók zajlottak, így a nagyobb lányok, akik már voltak valamelyik évben első helyezettek, negyedik helyen végeztek, és én ezt nagyon jó teljesítménynek látom, mert nagyon erős volt a mezőny. A picik pedig hetedikek lettek a 10 csapatból, és ez is úgy gondolom, hogy nagyon jó, mert nem 14 évesek voltunk, hanem volt 12-13 es a csapatunkban. Úgyhogy eredményesnek tartom, és azt mondom, alátámasztom az iménti dolgot, hogy igen, ez a felkészülés kellett ahhoz, hogy a nagyobb lányok így tudjanak teljesíteni. Sérülésünk is volt egy sajnos, egy zúzódás, jelenleg a kislánynak még mindig kórházi megfigyelés alatt tartják, tehát nem bent fekszik, hanem vissza kell menni a tért szalagjával, van valami probléma, bízunk benne, hogy a bajnokság elindulására ez rendbe fog jönni, úgyhogy tehát boldogsággal tölt el, hogy az idén is összejött a dán kupa. Gratulálunk ez a negyedik és hetedik helyezéshez, és tényleg, hogyha ez vártak szerint történt, akkor mindenféleképpen dicséretes. Jobbulást a sérült játékosnak. Átadom. Említetted azt, hogy hamarosan kezdődik a bajnokság, illetve hát még azért, hogy nyári szünetből van jó pár hét, de utána bizony el kell kezdeni felkészülni a bajnokságra. Ugye az elmúlt idényben a bajnokság végén végeztetek. Legutolsó helyen végeztetek. Hol fogjátok folytatni? Ilyenkor ugye szóba kerül az, hogy esetleg alacsonyabb osztályba mentek, vagy folytatjátok úgy, hogy MB2-ben. Igen, nem szerettünk volna feladni. Volt egy szalmas szál, amiben bele tudtunk kapaszkodni, hogy továbbra is az MB2-ben tudjuk folytatni a bajnokságunkat, és ez a szalmas szál, ez erősnek bizonyult. Tudnék, az északnyugati csoportban évek óta nem 12 csapattal van feltöltve a mezőny. Ugye a magyar bajnokságban, az NB2-ben 6-12 csapatos csoport van, és az északnyugati csoportban tavaly csak 10 volt. És ugye ebből kiindulva, és ez adta egy kicsit a lökést, hogy próbálkozzunk meg a kéziszövetség felé egy szándéknyilatkozatot beadni, hogy mi szeretnénk tovább folytatni az NB2-ben, amennyire mód van. És ugye egy csapat érkezett, a megyebajnok győztes Nemesvámos. Tehát mi kieső helyen voltunk, tizedikek. Jött a Nemesvámos 11-nek, meg a Szombathely, még egy szombathelyi csapat érkezett a csoportba, úgyhogy 12. De ez az izgalom, amit át kellett érni mindaddig, amíg eljött az az idő, az a június 30-a, hogy
megkapjam az értesítést, hogy igen, most lehet nevezni, mert benn vagytok az MB2-ben. Hát addig senkinek nem kívánom azt az állapotot, hogy miért ragaszkodunk az MB2-hez annyira, mert ha egyszer valaki egy osztályból visszaesik valamilyen oknál fogva, ugyanálunk ismertek az okok, onnan nagyon nehéz visszakerülni. Utána meg kell nyerni egy megye bajnokságot, és ugye most itt ez a Veszprém megyei bajnokság, ez egy összevont bajnokság, nem csak Veszprém megye, hanem Fejér megye, és tudjuk Fejér megyében azért a kézilabda akár női, akár férfi szinten erős, nagyon nehéz lett volna. És azok a gyerekek, az utánpótlásra gondolok, akik majd egy-két év múlva igazi jó tapolcai játékosok lehetnek, azoknak nem lett volna játék lehetőségük. Mert a megyében nincs utánpótlás. Az Erima bajnokságban pedig, ami az utánpótlásoknak a szerepeltetésében jelentős szerepet bír, ott meg ilyen U11-ek, meg U12-ek vannak, tehát az U14-jel, 15-tel nem tudtunk volna mit kezdeni, úgyhogy én köszönettel tartozom az MKS felé is, meg mindazon embereknek, akik segítették ezt a munkát, ezt a szponzorációt, hogy ott maradhassunk az MB2-ben. Hát akkor most már reméljük, hogy ebben az évben, illetve ebben az idényben több a bér fog teremni majd a lányoknak, vagy esetleg a későbbi időkben megerősödve most már az alapítvánnyal, és egy olyan háttérrel, egy olyan szurkolói háttérrel, aki tényleg minden bajban eddig ott voltak mellettetek, kívánom, hogy legyenek ott az örömben is. Hát akkor hajrá Tapolca, hajrá női kézisek. Köszönjük szépen a lehetőséget. Következő percekben kérem, tekintsék meg az Ábrahámhegyi Televízió munkatársainak összeállítását a Kék Szalag vitorlás versenyről.
Szabolcs Levente, Bajor Szabolcs Levente, Vince Gábor, Lekke Martin Péter, Kakács Levente, Borga István, Nőri Bence, Mátori Zsigmond, Borsos Dániel, Balog Attila, Zsombor, Terzi László, Makárdi Lajos, Dániel, Ramzomnyi, Mátos Mihály és Balog András, a legénység tagjai, ők azok, akik küzdöznek önöket innen, tehát a Principessa egészségét és hajóját hallgatják már itt a nagyboló előtt, és úgy tűnik, hogy komoly szurkoló tábora van a csapatnak. Megsüvegelik a győztest, hanem hangos énekszóval meg is ünneplik. Köszönjük szépen, nagyon sportszerű két csapatot láttunk, tehát a Rapika és a Principessa a színpadon és a dobogón. Magazin műsorunk végén jön egy kis sportos programajánló. Dr. Pappál Csermák József kalapácsvető emlékverseny Tapolcán augusztus 6-án szombaton. A rendezvény célja a névadók emléke előtti tisztelgés mellett a dobóatlétika, ezen belül a kalapácsvetés népszerűsítése. A hagyományos tapolcai viadal 9 órakor a városvezetés köszöntő és megemlékező szavai után koszorúzással, tiszteletadással kezdődik az alsótó partján lévő Pantheon falnál. A verseny 9 óra 15 perckor a Városi Sport és Szabadidő Centrumban a legkisebbek dobásaival kezdődik, majd serdülők, az ifjúságiak, juniorok, végül a felnőttek és a szeniorok következnek. 14. Tapolcai Grundfoci Kupa augusztus 12-én pénteken 17 órától a Kazinci téri sportpályán. Várják utcák, lakóközösségek 3+1 fős vegyes csapatainak jelentkezését női, férfi, gyermek kategóriában. A játékidő alatt mezőnyjátékosként a pályán kell tartózkodni a minimum 1 fő 12 év alatti vagy 1 fő női játékosnak. Díjazás serleg, oklevél, ital, utalvány. Az első helyezett 15 000 forint értékben, a második helyezett 10 000 forint értékben, a harmadik helyzet 5000 forint értékben kap díjat. Nevezési határidő augusztus 9-e kedd 16 óra. A versenykiírás és nevezési lap megtalálható a www.tapolcacsarnok.hu vagy a Városi Moziban. Nevezés elküldhető a sportszervezés@tapolcakft.hu e-mail címre, vagy leadható személyesen a Városi Moziban. A nevezés díjtalan. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss sporthírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé, viszontlátásra!